Nagyon nehéz helyzetben vagyok most, mert valami újat kellene mondanom olyanoknak, akiknek a 90%-a pontosan tudja, hogy miről lesz szó. De az egy újdonság, hogy 8500 a követőim száma ma reggel a TikTokon. Az én sztorim január 17-én kezdődött, amikor mentővel bevittek a kórházba. Első diagnózis, hogy tüdőembólia, másnapra meg volt a vérrög is a jobb lábamban, és nem tartottam viszont sok időt bent, mert innentől Csilla jön. Szerencsére csak 4 napig volt bent Zoli a kórházban, és hazaengedték. A szokásos jó tanácsokkal, gyakorlatilag semmivel. Tehát kapott gyógyszereket, és semmit nem tudtunk arról, hogy mit kéne csinálnia. És ezért én Jane-hez fordultam, és írtam neki WhatsAppon, hogy milyen termékeket ajánl, hogy el tudjuk kerülni a hasonló eseteket. És Jane jó szokásához híven elég sok terméket javasolt nekünk, amit Zoli azonnal el is kezdett fogyasztani. És az első dolog, amit észrevett, hogy nagyon lecsökkent az étvágya. Tényleg sokkal kevesebbet evett, és ő ezt rögtön ennek a keveréknek tulajdonította. Én mondtam neki, hogy ezt még ne küldöld virággá, mert hogy lehet, hogy a betegség miatt ment az étvágyad el, de a jövő az őt igazolta. Jean, én rákérdeztem, hogy lehet-e, hogy ez attól van, és azt mondta, hogy ha a szervezeted minden tápanyagot megkap, akkor persze, hogy nem vagy éhes. Aztán kíváncsiságul április 7-én ráálltam a mérlegre, és az mennyit? Itt van, 121,6-ot mutatott, pedig nekem 125,5 szokott lenni a súlyom. És megmondom őszintén, hogy én innentől kezdve a trombózissal egyáltalán nem foglalkoztam, én fogyni akartam. Én is, ahogy a legtöbb túlsúlyos, próbálkoztam már fogyókúrával, legutoljára 2015-ben fogytam közel 10 kilót, de hát aki ebben a cipőben jár, vagy ennek a klubnak a tagja, az tudja, hogy nem az a nehéz leadni a súlyt, hanem lent tartani. Amikor vége a fogyókúrának, és eszel egy jót, hogy most már elérted a célod, így jönnek vissza a kilók. Nem tudom, hogy kifutott bele a Facebookon olyan képekbe, hogy ilyen 70-es évek strandját mutatják, és csupa fit, csinos fiatalember, és mostanra az a szomorú helyzet, hogy Európának a 2/3 túlsúlyos. Tehát ez nagyon durva szám, és ezek közül azért a többséget zavarja ez a túlsúly, amit hordoz magán. És azt gondoltuk, hogy jaj, de jó, akkor ebben van üzleti lehetőség, hiszen semmi más nem kell csinálni, nem kell edzésre járni, nem kell különös diétát tartani, inni kell ezt a keveréket, amit Jane javasolt, ami jó ízű is, teszem hozzá, és akkor ez egy kényelmes megoldás, és az emberek szeretik a kényelmes megoldásokat. Hát, így gondoltuk mi, de elsőre úgy láttuk, hogy nem mindenki gondolja így. Tehát van, akinek még ez sem elég kényelmes. És mindezeket végig gondolva, én azt a döntést hoztam, hogy ebben van üzlet. És én az összes marketing tudásomat, amit 11 év alatt összeszedtem, azt mind belerakom ebbe. Hozom a tűzérséget, meg a lovasságot, meg a légierőt. És én minden héten ráállok a mérlegre, lefotózom a súlyom, meg a csülkeimet, és világcsúfjára kirakom a közösségi médiába. És kitaláltunk ehhez a keverékhez egy nevet, hosszas brainstormingolás után, hogy legyen a neve Enzyme Mix, hiszen nagyon jól tudjátok, hogy azok az italok, amiből ez áll, illetve sokan tudjátok, enzimeket tartalmaznak, és kitaláltunk hozzá logót is, valamint egy szlogent, hogy kisebb étvágya a jobb formában. Az Enzyme Mix név, az végül is a saját találmányunk, de ezzel kapcsolatban 2 jó hír van. Egy, hogy ez nem egy levédett név, tehát te is használhatod nyugodtan a saját üzletedhez. A másik jó hír, hogy ha ez nem tetszik, vagy valamiért nem ezt szeretnéd használni, kitalálhatsz bármilyen más nevet, vagy bármilyen más termékkombót is. Tehát az a lényeg, hogy az ecet benne legyen. Mára, ezt mutatom is, mínusz 22 kilónál tartok. De
bár csak én tudnám így ledobni a hasamat. Ez ennyire egyszerű, iszod az enzimixet, és így lerobon, ami nem kell. Apropó túlsúly, a statisztikának utána néztem, 10 kg túlsúly 11%-kal növeli a szív- és érrendszeri betegségek, és 42%-vel az agyi infarktus kockázatát. Tehát a túlsúly az nem esztétikai kérdés, különösen a mi korunkban nem. Elsősorban egészségügyi kérdés. És akkor következzen most, hogy mi is ez az enzimmix, legalábbis mi mit kínálunk ilyen néven. Azon a recepten, amit nekünk a Jane Yao összeállított, mi változtattunk, de csak a mennyiséget. Tehát ő ajánlotta, hogy fogyasszon Zoli rizsacetet, és ez a lelke és a legfontosabb összetevője. Fogyasszon alma enzimitalt, illetve azt már mi raktuk hozzá, bocsánat, morinzit, kordipányt, és ezt hígítsa fel fél liter vízzel. Ugye most már sokan fogyasztjuk ezt a keveréket, és azért, hogy ez üzletileg is, hogy mondjam, könnyen megrendelhető legyen, az általa javasolt egyébként magasabb millilitereket azért vettük le 20-ra, hogy az első havi adagját mindenki egy üveggel meg tudja vásárolni. Tehát 700 milliliter van ugye az ecetben is, a morinziben is, a kordipányban is, és akkor ha vesz valaki három ilyen üveget, az ízekedvér meg az almaenzimitalt hozzáteszi, akkor egy igazán nagyon finom, édessavanyú italt kap. Mi ezt a saját weboldalunkon még csomagosítottuk is, az azt jelenti, hogy azért, hogy legyen kedvezőbb áru csomag is, a legfontosabb ugye a rizsecet, az a spártai keverék, hogyha csak a rizsecetet meg vizet iszza valaki, de van ilyen közöttünk, a mi csapattársaink között is van, aki megiszza csak simán az ecetes vizet. Az a lényeg, hogy ez már hat, mert az ecet a lelke. Azt meg mi DX-enesek tudjuk, hogy a többi enzimitalnak számos nagyon jó hatása van a szervezetre, tehát azok nem csak az ízét kombinálják, hogy még finomabb legyen, hanem még a hozzáadott enzimek segítik a további fogyást. Ezt alkalmatok lesz megkóstolni, mert az ebédszünetben összekeverünk elegendőt ahhoz, hogy ezt az all-inclusive verziót megkóstolhassa mindenki, aki még nem kóstolta, vagy szeretné. Az enzimixnek a működési elve az eceten nyugszik. Ennek utána nézhettek a neten, ez nem titkos információ, hogy az ecet lassítja a gyomor kiürülését, és lassítja a cukoremésztő enzimeket. Ugyanakkor gyorsítja az agynak és az izmoknak a cukor felvételét. Ennek az a hatása, hogy egyrészt ritkábban leszel éhes, én képes vagyok 6-7 órán át nem enni, mert nem kell. Másrészt megszűnnek azok az éhségrohamok, ami attól van, hogy hirtelen lezuhan a vércukrod, ezt érzékeli a szervezet, azonnal valamit, egy csokit vagy valamit enni kellene, az megdobja a vércukorszintedet megint, akkor az inzulin beözömlik a véráramba, hogy a fölösleges cukrot kihozza, és lerakja szépen a raktárba. Tehát ha ez az ital semmi más nem tudna, csak azt, hogy ezek az éhségrohamok, meg a nassolási vágy megszűnik, akkor is fogyhatnánk tőle. És mindenki, szinte mindenki, most beszéltem itt valakivel, akinél ez nincs, de mindenki más azt mondta, hogy ezek az édesség, zabálási rohamok, ezek mind megszűntek. És nem azért, mert vasakaratunk van az enzimmixről, hanem egyszerűen nem kell nekünk ennyi. És ezt itt szeretném aláhúzni mindenkinek, hogyha fogyni akarsz, te döntsd el, hogy fogyni akarsz, vagy az enzimixet tesztelni. Arra kell figyelni, hogy csak akkor egyél, ha éhes vagy. Ne az, hogy most délben van és ebédszünet van, és akkor most eszek, meg hogy eddig is egy púpozott tányérral lettem ebből a töltött káposztába, akkor most is legyűröm a púpozott tányérral, mert akkor nem fogyaszt. Ez nem tudja kicsatornázni a fölöslegesen bevitt energiát vagy kalóriát. Ez abban jó, hogy ritkábban vagy éhes. És még egy fontos dolog, hogy almaecettel is vannak, akik ugye próbálták helyettesíteni, mert olcsóbb. Sőt, a nagy ecet hiány idején. A nagy európai ecet hiány idején, mikor nem lehetett ecetet kapni valamilyen okból, akkor rá is kényszerültek, és attól sokan mondták, hogy fájt a gyomruk. Tehát a rizseszet az sokkal enyhébb. Kímélőbb. Most a akkor most nézzük meg, hogy hol van ebben az üzlet. Sokan dicsértétek Zolit, ahogy láttátok, hogy milyen sokat leadott. Na ez mindenkivel megtörténik, amikor lead. Tehát az ismerősök árgus szemekkel néznek minket, és amint lemegy 5-10 kiló, az már elég sok ahhoz, hogy lássák rajtad, és megdicsérjék, és kíváncsiak legyenek rá, hogy te hogy csináltad. És ha nem tartod magadban, és elmondod, hogy iszol egy enzimitalt, akkor ha az illetőnek abba a kétharmadba tartozik, akik túlsúlyosak,
akkor lehet, hogy támad egy olyan gondolata, hogy akkor ő is kipróbálná. Akkor lehet neki ajánlani, és ugyanez a történet, miután ő is fogyasztotta 2-3 hónapig, és ő is adott le, még egy szinten lejjebb megismétlődik. Tehát ez egy nagyon-nagyon könnyen másolódó, szemmel látható, vizuálisan tapasztalható hatás, mert ha esszük a spirulinát, hogyha kordicepszet fogyasztunk, vagy bármi mást, azt mi érezzük, hogy nekünk jó, de nem látszik. Nem látszik, ez olyan, mint a szerelem, azt mondják, hogy csak te érzed a melegét. Oké. Na és hogyha ezen így végigmentek ezen a láncon, el tudjátok képzelni, hogy ebből mennyi jutalék képződik, hogyha ezek egy-egy sorra lejjebb, egyre több emberrel ismétlődnek meg. De megmutatom a mi statisztikánkat. Ugye az antaliai vezetőképző táborhoz volt egy promóció, aminek volt 3 feltétele, egy bizonyos PGPV, egy bizonyos PPV, és új belépők száma 100 pont felett. Ugye ehhez 5 belépő kellett a 3 hónap alatt. Hát ezt mi simán teljesítettük. Akiknek megvan a 100 pontja, igen. Illetve nem is simán, és nem is duplán, és nem is triplán. 4-szeresen teljesítettük. A júliusi szám 8 direkt, aki 100 pont felett volt, augusztus 6 direkt 100 pont felett, és most jön a szeptember. 11 direkt 100 pont felett, 31 direkt, aki 100 pont alatt devett valamit, és további 21 direkt, akinek vagy nem került be a pontja, vagy aztán meggondolta magát. Szeptemberben nekünk 63 direktünk volt. Az első oldal, amikor az e-worldben memész, 50 fő, az mind a te belépőd volt. Vagyis az enyém, miénk. De ehhez hozzáteszem, hogy egy kőkemény marketing stratégia kellett, minden nap posztolni a TikTokon, fölállni a rohadt mérlegre, ezt végig kellett csinálni, ez másképp nem. És ez nem mind enzimmixes belépő, tehát ebben más is van. Tehát más TikTokos tevékenység is van benne. Ja, és nem tudom, hogy a ti hálózatotokban ez a szám mennyire nagy, 63 belépő egy hónap alatt, nekünk 2020-ban 38 volt egész évben. A mi hálózatunkban ez egy brutális szám. Igen. A jó hír az, hogy nem csak az idegenek, vagy ezt még nem ismerő emberek figyelmét sikerült felhívni, hanem a hálózatunknak az olyan tagjait, és biztos van a ti hálózatotokban is, aki vásárolgat, de megvan az a 2-3 termék, amit rendelni szokott. Nos, ők is, az ő figyelmüket is felkeltette a közösségi médiában posztolt fotók Zoliról, meg a mérlegről, és elkezdtek kérdezgetni, hogy mit fogyaszt, mit csinál, mitől fogy, és nagyon sok úgymond alvó vásárlónk újra elkezdett vásárolni, elkezdték rendelni az enzimmixet, és nagyon sok jó pozitív tapasztalatot kapunk tőlük, visszajelzést, hogy működik. Tegnap voltunk a service centerbe, és ott mondta a hölgy a pultnál, hogy bejött valaki, a mi emberünk, hogy az első hónapban 5 kilót fogyott az enzimmixtől. Ennyire jó eredmény azért nem mindig van, de korán váltottam, itt most a túlsúlyos, itt nem is látok túlsúlyos, tehát bocsánat, akkor ez most nem is nektek szól, de nekünk van egy olyan szupererőnk, amilyen a sportosabb, baknak, mint a Szabijék, vagy mondhatnánk még néhányat, nem tudják utánunk csinálni. Ugyanis mi heteken, hónapokon keresztül tudunk olyan fotókat posztolni a mérlegről, hogy egyre csökken a súlyunk. Ők elfogynának. Használjuk ki ezt a lehetőséget, igaz? Te is fotózd le magadat, a mérleget, nem baj, hadd röhögjenek, és rakd fel a közösségi médiába. És csak az elején fognak nevetni, utána már irigykedni fognak. Úgyhogy állj bele a kihívásba, ha plusz kilód van, de azt is elmondjuk, hogy mi a teendő akkor, hogyha nem. Az majd később jön. Jó. És azon, hogy mi van akkor, ha nem vagy online ember. És nézzétek meg, ez az én névjegykártyám. Szerencsére van egy közeli rokonom, aki grafikus, és meg tudta csinálni. De ha én ezt odaadom valakinek a boltba vagy bárhol, aki a célcsoport, és megkérdezem, hogy érdekelné egy olyan módszer, amivel szenvedés nélkül le tud fogyni, akkor itt a névjegykártya, nézze meg. Oké, ehhez tartozik egy weboldal is, mert én csináltam hozzá, de akkor is. Tudom, hogy jobb, hogyha te kéred el az ő elérhetőségét, de mindegy. Ez már a helyzettől függ, de lehet offline is csinálni ezt. És most jön az, hogy mi van akkor, ha te nem vagy túlsúlyos? Hát ha nem vagy túlsúlyos, akkor használd a túlsúlyosok tapasztalatait
amikor azt láttuk, hogy működik az Enzymix, illetve már előtte is létrehoztunk a Facebookon egy csoportot, az Enzymix tapasztalatok nevű csoportot, ahová mindenki meghívhat érdeklődőket, és azok az érdeklődők, ha te csinos is vagy és sportos, de látni fogják a nem annyira sportos Enzymix-et fogyasztóknak a tapasztalatait és fényképeit és nagyszerű beszámolóit. Ti ugyanúgy használhatjátok ezt, az adminisztrátorok látják, hogy ki hívott meg kit, tehát olyan nem lesz, hogy meghívsz valakit és ő máshoz regisztrál. És ezen kívül megkértem a csoport tagjait, hogy akinek tényleg van jó tapasztalata, legyenek olyan nagy lelkűek és voltak, hogy névvel és fotóval bocsássák a többiek rendelkezésére a terméktapasztalataikat. Tehát nálam már van egy gyűjtemény, amit küldtetek nektek, innen is köszönöm. És ezt mindenki vagy a saját weboldalára felteheti, vagy pedig egy szórólapra, ha nem online erős, egy szórólapra is kinyomtathatja, vagy akár egy Word doksiba fényképpel, névvel együtt, és azt meg tudja mutatni az ismerőseinek. Végül is mindegy, hogy kézzel, lábbal, de meg tudjuk mutatni a jó tapasztalatokat, a másét is. És onnantól kezdve, hogy csatlakozott hozzád egy túlsúlyos, onnantól az ő tapasztalatait mutathatod. Tehát onnantól kezdve indul ez a, nem is tudom, automatizmus. És most adok nektek egy kis gondolkodni valót, jó? Megnézem, hogy megvan-e hozzá minden. Arról van szó, hogy biztosan tudjátok, Kócsó Laci naponta megiszik egy üveg morinzit. Az a termék, ő hozzá kapcsolódik. Szélna Szabinak van a Green Mix, amivel felszokott tűnni a közösségi médiában. És én azon törtem a fejem, hogy hogy lehetne nekem is valami olyan termékem, ami hozzám köthető. Azt nem mondtam, hogy itt most arról lesz szó, hogy a gondolataiddal hogy tudsz teremteni. Ezt szokták mondani képzéseken, hogy a gondolatainkkal teremtjük meg a jövő, az egy vászon, amire rávetítjük a filmünket. Erről fogok beszélni. Szóval tanakodtam, hogy mi lehetne az a termék, ami a Bojtó Zolihoz lenne köthető. Tanakodtam itt az alma enzim italon, csak hát azzal az a baj, hogy ugye ilyen a kiszerelése. De ezt nem lehet rázogatni, így hímbálni lehet. És nem akartam olyan én márkát építeni, hogy a Bojtó Zoli minden reggel meglóbálja az acskóját. És ezen én törpöltem sokat, hogy mi lehetne, és a Jóisten vagy az univerzum kinek világnézete szerint meghallgatott, kaptam ajándékba egy tüdőembóliát, meg egy trombózist, aminek a hatására kaptam Jane-től egy olyan italt, aminek ilyen mellékhatása van, ami, és megvan a termékem, ami abszolút hozzám köthető, amivel szerepelhetek bárhol. Tehát igaz az a kínai tanmese, hogy nem tudod, hogy egy dolog, ami most rossznak tűnik, az valóban rossz-e. Ha nem kapok tüdőembóliát, most se ugyanúgy 125 kiló lennék, mint régebben. Nem lenne semmi, nem lenne 63 belépőm egy hónapba. Szóval igaz az, hogy figyelj arra, hogy mire gondolsz. És ne azon tanakodjál, hogy miért nem megy ez az üzlet nekem olyan jól, hanem képzeld el, ahogy átveszed a CA kitűzőt, meg ezt a, mi ez, ilyen sálat, vagy mit a nyakadba. Mert inkább azon törj a fejed, mert a Jóisten vagy az univerzum meghallgatja, és meg fogod kapni azt a következő lépcsőfokot, ami neked ehhez kell. Nem akartam így nagyon izé lenni a végére, ilyen komoly. És azt kívánjuk, hogy nektek lendüljetek, kisebb étvágya a jobb formába. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Szeretettel gratulálok nektek. Jött egy közönségkérés közben, az előadásotok közben. Azt szeretnék kérni az egyik néző, Zoli, hogy hogy iszod meg? Hogy mesélj arra, hogy hogyan iszod meg. Ja igen, én általában úgy szoktam, hogy én meg reggel beveszem a kapszuláimat már az Enzymix-el. Aztán egy olyan óra múlva megeszem a reggelimet, és rögtön utána megint Enzymix. Hogy lassítsa az emésztést, a gyomor kiürülését. Üres gyomorra, nem olyan gondolom, hogy sok értelme van, mert üres gyomoron nincs mit lassítani. És ezt be kell osztani egy napra, mert hogyha túl korán megittam, volt olyan délután háromkor elfogyott, hát akkor a vacsora nehezebb, hogy ne legyen olyan sok.
Tehát ez kell egy ilyen szintet tartani egész nap. Az a legjobb. Köszönjük szépen!